A 173 évvel ezelőtti tragikus őszre, a magyar forradalom és szabadságharc elfolytására és a könyörtelen megtorlás áldozataira emlékezett a Görgei szobornál Újpest október 6-án. 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a szabadságharc 13 tisztjét, és Pesten Batthyány Lajos grófot, az első független felelős magyar kormány miniszterelnökét. Példaadásuk, hazaszeretetük üzenet a mának is, hangsúlyozta emlékező beszédében Bedő Kata alpolgármester. Üzenet, hogy voltak idők, amikor a nemzet tagjai a nagy közös cél érdekében képesek voltak átlépni azokon a dolgokon, amelyek a hétköznapok során elválasztották őket egymástól. Legyen szó származásról, rangról, vagyonról, vagy arról, hogy ki hol született, vagy mi az anyanyelve. Hiszen a vértanúvá vált főtisztek többsége nem annak a nemzetnek a fiaként látta meg a napvilágot, amelynek függetlenségéért az életét áldozta fel. Mindezek ellenére nem sok olyan ember élet hazában, aki ne úgy tekintene rájuk, mint magyar hazafiakra, akiknek az emlékét az idők végezetéig kötelességünk megőrizni. Az ünnepi beszédet követően a Babits Gimnázium 9-es tanulójának szavalata. Tudod-e, hogy miért haltak meg azok a nagy hős leventék? Jól jegyezd meg, jól tanuld meg, mert a hazát hőn szerették. Szeress te is, s a hősökért, ima szálljon ajkadról. Tedd le azt a tündérmesét. Olvas fiam, az aradi 13 tábornokról. Majd az Erkel Gyula zeneiskola tanárának trombita előadása idézte meg a vértanúk emlékét, ezután pedig a résztvevők elhelyezték virágaikat a szobor előtt. Elsőként az önkormányzat nevében Bedő Kata alpolgármester és Déri Tibor polgármester, majd a DK, a Jobbik, a Momentum, az LMP, az MSP, a Városvédő Egyesület és az Újpesti Helytörténeti Alapítvány képviselői koszorúztak a megemlékezésen.